15 órakor meghívásomra megjelentek a megyei cigánykisebbségi önkormányzat vezetői. Meghívtam Eleki László országos képviselőt, aki a Roma ügyekért felelős miniszterelnöki biztos, Farkas Florián országos képviselő urat is. Korábban eljött a régióban szervezett ilyen típusú megbeszélésünkre, most nem tudott részt venni. Azt hiszem négy kivételével itt vannak a megyei cigány kisebbségi önkormányzatok vezetői. A megbeszélés jelenleg is tart. 50 millió forintot 100 millió forintra emeltem fel a nyomorvezető díjat. Abban az esetben a Vargagyőgytől a hétfői esetig kisétáig terjedő 9 ügyben ad valaki értékelhető információt, ami elvezet a tetteshez. Sorozat részének tekintjük tehát kislétát. Annyiban tudom megerősíteni, hogy elsődleges fegyverszakértői vélemény erősíti meg, hogy az itt használt egyik üvely vagy löverék, az olyan puskából származik, amit másik két helyszínen szintén használtak. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a roma lakosságot is megnyugtassa abban a értelemben, hogy igen, a kormányzat minden pénzügyi kondíciót biztosít ahhoz, hogy a rendőrség el tudja végezni munkáját. A másik nagyon fontos része a mi munkánknak és az én feladatomnak pedig az, hogy a prevencióra próbáljuk meg most egy kicsit odafigyelni, mert azt gondolom, hogy a megelőzés most ebben a pillanatban ugyanolyan fontos, mint a nyomozás. Azért tartom ezt fontosnak, mert hogyha csak arra figyelünk, hogy nyomozás milyen eredményeket hoz, akkor lehet, hogy újabb és újabb áldozata lesz a magyarországi cigányságnak. Tehát ezért a kormányzatnak, a rendőrségnek, a polgárőrségnek és magának a társadalomnak is van egy olyan felelőssége, hogy hogy tudjuk megakadályozni azt, hogy holnap után ne történjen meg hasonló esemény, mint ami megtörtént legutóbb kislétában.